Háromból három. Ez a pécsiek idénybeli mérlege a Ferencvárossal szemben. Az újonc a Liga kupában oda-vissza, a bajnokságban pedig Nagy Olivér góljával az Albert stadionban győzte le a zöldfehéreket. Jön a negyedik? Nem kizárt. Pedig Détári Lajos együttese nem keltett rossz benyomást a tavaszi nyitányon, ám ezért pontot nem adtak. A listavezető Debrecen a hajrában szerzett góllal elvitte a három pontot az Üllői útról. Így pedig a Fradinak 9. helye dacára hátrafelé is kell tekintgetnie, hiszen csupán 2 pont választja el a kieső zónától. A PMFC Matiasztól pedig 10. A baranyaiak ugyanis remekül teljesítenek, és noha nem tudtak nyerni Zalaegerszegen, az 5. helyen állnak a táblázaton. Ráadásul rendkívül nehéz őket legyőzni. Ez az OTP Bank ligában eddig csupán 3 ellenfelüknek sikerült, de egyiküknek sem Pécsen. Hazai környezetben ugyanis még veretlen Mészáros Ferenc csapata, és szurkolói szinte elképzelhetetlennek tartják, hogy holnap megszakad a sorozat. A csapat házigól királyát, Bajzátot legutóbb kiállították, így az FTC elleni és az azt követő 2 bajnokit kénytelen lesz kihagyni. De van eltiltottjuk a vendégeknek is. A múlt hétvégén igen agilisan játszó Junior sárgázta ki magát erről a találkozóról, Jovanovics és Abdi ugyanakkor visszatérhet. A fővárosiak egyébként jó ideig sikertelenek voltak idegenben, ám legutóbbi 3 meccsüket megnyerték vendégként a Pápa, a Siófok és a Diósgyőr otthonában. És ők természetesen azt tervezik, hogy e tekintetben lesz 4-ből 4. De nem lesz könnyű, viszont ha már az előbb Tibi említette ezt a Debrecen-Ferencváros mérkőzést, amit az Üllői úton játszottak, mit olvasták ki a Fradi játékából? A Fradi játékából azt olvastam ki, ezt megelőzően, ugye Diósgyőröt is játszottak ugye az ősz folyamán, hogy játszanak egy 3-4-3-as felállást körülbelül, ami a lényeg, hogy az ellenfelet, és most a Pécsen is valószínűleg azt fogják csinálni, szinte letámadják a saját tér felén. És a Debrecen ellen ez többé-kevésbé sikerült, hiszen a Loki nagyon nem érezte, hogy mi az ellenszer ellen, sőt a Diósgyőrt is a Fradi ezzel fogta meg, tehát bátran fölállnak 3 csatállal, azaz kirugatják az ellenfél a labdát. Tehát egy óriási taktikai csata lesz, tehát gondolom a hazaiak is felkészülnek, mert ha azt vesszük, a Pécs otthon veretlen, akkor a papírforma mellettük szól, de nagyon-nagyon jó teljesítményt kell nyújtani a Pécsnek, hogy a Fradit megverjék, mert a Fradi játékos állománya nem rossz. Nem rossz, csak hát valami hiányzott még eddig. De vigyázni kell vele. Pont a 3. félidő előtt beszélgettem egy rövid ideig a tulajdonos úrral, a Matyi Dezső, és mondom, hogy elnök úr, nem lesz könnyű dolgotok a Fradi ellen, mert a Fradi ellen nagyon nehéz nyerni, annak ellenére, hogy az Üllői úton nyertek. Hát azt mondja, de akkor is nyerünk.